hogy nem, hogy ismerkedjünk már meg, próbáltam önnek köszöngetni, ha megengedni engem Görög Ibolyának hívnak. Embereket rá kell nevelni. A protokoll a hivatalos kapcsolatok írott és íratlan szabályainak, szokásainak és formaságainak összessége. Görög Ibolya, aki 1987-től 1999-ig dolgozott a miniszterelnöki hivatal protokoll főosztályán, 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit, jelenleg protokoll szaktanácsadó. Görög Ibolya március 13-án Dombóváron tartott előadást mindennapi protokoll címmel. Ezen a délutánon a mindennapi viselkedés helyes formáitól, a hivatalos viselkedés szabályain át a vendéglátás gyakorlati teendőig különleges és humoros történeteken keresztül ismerkedhettek meg a legfontosabb tudnivalókkal az érdeklődők. Ez mindig a legszörnyűbb fájdalom, mert nem lehet mindent elmondani. Egész napot szeretek egyfolytában beszélni. A legalapvetőbbeket szoktam átismételni azért, hogy a hallgatóság érezze, hogy ezt ők tudták. Egy megerősítést kapjanak. Igyekszem minél többet bele sorulni, ezért időnként be is gyorsul a nyelvem is, de remélem, hogy amit elmondok, azért az ül az embereknek. A protokoll szaktanácsadó elmondta azt is, a siker kulcsa a szabályok betartásában rejlik. Ezen mindenki tisztában van, csak ugye betartja vagy nem tartja be. A gyerek is, hogyha otthon ezt látja, akkor betartja, ha nem, akkor jobb esetben egy tanárnőtől átveszi, vagy tanártól átveszi, de nem biztos. De egy idő után ő maga is rájön 18-20 éves korában, hogy el kell tudni adni magát, ahhoz meg akarsz, hogy a másik elfogadja őt. Tehát a siker kulcsa az, hogy ezeket betartsák. Egyébként én szerintem egyetemista korosztálytól már teljesen pénzre válthatóan tudják, hogy ezzel kell foglalkozni. Vajon idővel változik-e a protokoll, vannak-e alapnormák? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők. Sokkal lassabban, mint maga a társadalom. Tehát a illemszabályok azok viszik át a hátukon a tudást, hogy úgy mondjam. Tehát változnak, de sokkal lassabban, mint maga a társadalom. Ugye régebben mondtak, hogy nincs elegánsabb, mint egy urinő kezében a barna hosszú szivarka. Háma meg ugye már nem dohányzunk. Tehát változik ez a dolog, de vannak alapnormák. A köszönés, aki belép, köszön, hogy a tegezést kikezdi el. Tehát vannak ilyen örök, amit nagyon régóta már igaz. A protokoll szakértő humorral fűszerezett előadására sokan voltak kíváncsiak. Ez a hölgyem, ez most úgy elharapózott, most minden férfi, hölgyem, de ha már tudja a nevemet, akkor már ne hölgyem, mert szemben van nevem. Ez a semleges, és maximum egyszer mondja ki, ne húszol, mint egy pincét. Meg a rendőrök, ugye a bűnöző hölgy háromszor tört be. Na ez milyen szó?